Persze. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az Újpest-Debrecen mérkőzés követő sajtótájékoztatóban, mérkőzés eredménye 5-3 lett a hazaiakra. Szeretném köszönteni a részvőket, a vendégek, a hazaiakról, Virágcsabát. Először a vendég szakvezetőt szeretném kérdezni. Nagyon sokáig úgy tűnt, hogy fej-fej mellett vannak a csapatok, ahogy érkezett az egyik oldalon, ahol jött a válasz, abszolút gólváltások voltak a szinte végig a mérkőzésen. Aztán a harmadik harmad elején ilyen történt valami. Mi történt pontosan? Hogyan láttad a mérkőzésnek is gondolat? Én szerintem nem történt semmi. Én úgy érzem, hogy végig jól játszottunk, már jó dolgokat csináltunk a támadózónában. Meg voltak a helyzeteink, én szerintem a mai mérkőzés az költ el, hogy nem tudtuk betenni az ittszereinket. Természetesen meg voltak az újpesti kontrák is, ezt persze tudtuk, hogy nagyon gyorsak az átváltásoknál. Az emberelényes játékban pedig 3 gólt kaptunk, 2-2 hátrányban, úgyhogy igazából semmilyen hiányérzetem nincsen, nagyon megosztak a srácok teljes mértékben rédeklőben, amit láttam a 60 percen keresztül. Köszönöm szépen! Jóval most pedig fel itt fordulnék. Te is említetted, hogy nagyon-nagyon kevés van a két csapat között, és nagyon-nagyon apró morzsák fognak dönteni a mai találkozón. Még döntötték el ezt a mérkőzést, minek köszönjük a 3 pontot? Leginkább ugye a második harmad abszolút, de a harmadik harmad is helyenként abszolút az ilyen speciális játékokról szólt, hogy nagyon sok volt az előny-hátrány, de az nagyon pozitív, hogy tudunk úgy egy meccset nyerni, hogy az előnyös játékunkkal nyerünk egy meccset, tehát ez mindenképpen önbizalmat fog nekünk adni, amire tudunk így építkezni, és ez a playoff előtt nagyon fontos, hogy jöjjön olyan pozitív impulzus, amire tudunk építkezni, úgyhogy örülünk nagyon ennek a győzelmet. 4-2-es állásnál talán 4-5-vel lehetett vissza a mérkőzésből, amikor a Kisdani ledobta a kesztyűt. Akkor nem lehetett az esetleg a Kisdani fejében, hogy nem kéne boxolni, mert még van vissza 4-50, és akár még is ütheti az Újpest a bokáját? Úgy gondolom, hogy ha egy társ segítségre szorul és oda megyünk, akkor igenis menjünk oda, és akármikor mérkőzés, akármikor járunk egy mérkőzésen, akármilyen mérkőzésen, úgyhogy abszolút nem probléma ez, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez is a csapatot viszi előre. Úgyhogy nyilván az negatív dolog, hogy gólt kaptunk belőle, de azt utána tudtunk váltani, és jól játszottunk utána, úgyhogy az mindenképpen pozitív, úgyhogy abszolút nincsen az esemény probléma. Mindkettő vezetőzőnek köszönöm szépen az értékel, és köszönöm szépen a sajtótájékoztatót. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!